Először is szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy ezen a héten is velem tartanak, és Benkő Péterrel, mert folytatjuk a beszélgetésünket, mert vele van miről beszélni. Mással is természetesen, de beszédes életű és számomra nagyon vonzó életű Benkő Péter ül velem szemben. Köszönöm szépen, hogy maradtál, és nem szaladtál haza az első után. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát ott tartottunk, Péter, hogy a színművészeti főiskola második osztályáról, vagy harmadik? Kezdtem volna a második. Kezdted volna a másodikat, és akkor úgy gondoltad, hogy tennél egy kitérőt, és ez a kitérő mi volt pontosan, és milyen próbatételek elé állított téged? Hát bocsásson meg nekem a néző, de ugye úgy illik egy színésznek, hogy nagy elhivatottsága a csecsemőkortól színésznek készül. Engem annyi minden érdekelt a világból, talán ezért lettem színész egyébként. Mert ugye színész rengeteg dologgal találkozik, sokféle lélekkel, emberrel, típussal, akik el kell játszani, rengeteg szituációval, amit az ember egyébként az életben nem is élne meg. Hát mikor nem adatik meg, mit tudom én, leszúrni bánkbánként a Gertrúd az életbe, kivéve most már azért ez egy elég nagy gyakorlat, de szóval a színész sok mindent megél, amit egyébként az életben nem élne meg. Én orvos akartam lenni, és ma már tudom, és azért mondom el, hogyha nem is, hogy kérdezted ezt, de kitérek rá, vagy beszélünk később a színészetről? Nem tudom, ki tudja, bármi lehet, hogy kacsintat, és akkor beszélünk. Jó, nem, akkor elmondom most. Ugye vissza a hajózás, hogy miért mentem hajózni, stb. Kalandvágyból egyébként. És olyan szituációk voltak az életemben, amit nem tudtam megoldani. Szerelmek, ez a bizonyos bezártság érzés, amit nem tudtam elviselni. Nem is tudom, hogy gondolta egy társadalom, hogy el lehet zárni egymástól az népeket, embereket, ez katasztrofális korszak volt, egy nagy hülye kitaláció ez az egész kommunizmus. Ezt én azért mondom komolyan, mert most már tudom, hogy mennyire becsaptak bennünket. Volt az a vicc, amikor ugye mindenki egyenlő és mindenki, és akkor megjelent a Mercedes-szel a faluba az egyik potentát, az édesanyjának, azt mondja, édesem, tessék nézni, hát itt ezzel a gyönyörű fekete Mercedes-szel vagyok öltönyben, hát nagyon jó. És a mama megkérdezte kétségbe, és fiam, mi lesz, ha visszajönnek a kommunisták? Mondta a funkcionárius fiának. Szóval nagyon sok hazugság volt. Nem bírtam elviselni, elmentem, ott akartam maradni. Ja, visszamegyek. Orvos szerettem volna lenni. És nem tudtam, hogy miért. Ma már tudom. És azt is tudom, hogy miért lettem színész. Mert egy nagyon nagy közös vonás van az orvosokban és a színészetben és a színészekben. Egyrészt mind a kettő gyógyító. Tehát az a színész, aki, és ezt nagyon szeretném közönség, hogyha megjegyezni, az a színész, elveszett színész, aki önmagát akarja mutogatni. Hogy engem szeressenek, én vagyok a sztár, én vagyok a sok filmben. Nem. Óriási hazugság. A színészek egyetlen dolga van, hogy közvetítsen valamit a nézők felé, gondolatokat, szituációkat, és ezekkel gyógyítson. Még ha negatív szerepet is játszik az ember, az is gyógyít, mert a néző tanul belőle. Tükröt tart, mint egy a természet elé, ahogy Shakespeare csodálatosan fogalmazza. Tehát a színész gyógyító, az orvos is gyógyító. És mind a kettőben van egy nagyon furcsa vonás, mégpedig az a nagy képesség, úgy hívják, hogy intuíció. Hogy az orvos is leül egy beteggel, ha jó orvos, mert nagyon sok rossz orvos is van, egy jó orvos azonnal érzi a beteget, a hátterét, milyen lehet az otthona, a családja, hogy élez, mennyit piál, cigarettázik, milyen a lelki állapota. Tehát föl tud mérni lélekben egy embert, és ez szerint tudja gyógyítani. Bele tudja helyezni magát annak a betegnek, a páciensnek a testébe, lelkébe. És akkor ugye összegzi a leleteket, amiket megkap a gépektől, és akkor elkezdi gyógyítani ezt az embert.
A színész a színpadi létével, szereplésével ugyanígy gyógyít. És ugyanilyen fontos a színész életében az intuíció, a megérzés. Hogy lát, találkozik emberekkel, figurákkal, jönnek szembe a mozgó lépcsőn, és úgy, én szoktam ezt játszani, hogy megnézem, hogy jönnek velem szembe, Úristen, milyen lehet ennek az embernek az élete. Boldog ez, nem boldog, van felesége, csaja, jó, kiegyensúlyozott-e vagy, de ezeket megpróbálom találgatni. És amikor találkozik az ember egy-egy szereppel, ezek, amiket így magamba szívtam az életből, egyszer csak, mint te is tudod, előjönnek abban a figurában, és így gyógyítunk. Na most. Miért lettem mégis, előbb vettek fel a főiskolára, mint az orvosira, úgy el kellett volna menni, ugye matematikából, kémia, biológiából felvételizni, lusta voltam. És így lettem színész. Ezt ki lehetne ragadni, tudod? Megkő Péter lusta volt azért a színész, ez aranyos ez a... Amihez a lustaság életveszély, mert ez egy hát rendkívül... mondjuk egy orvosihoz, mondjuk azért... De a színész is egy rendkívül mozgalmas élet és állandó permanencia. De a hajózás. Miért kellett a pont a hajózás? Mert le akartam számolni ezzel az egésszel. Annyira és nagyon más. Igen, azt akartam, hogy elvégzem, 3 éves volt a tiszti főiskola, két éves, vagy három éves, erre már nem emlékszem, az biztos, hogy 3 évet le kellett volna hajózni, és utána mehetett volna az ember. És akkor harmadtiszt, másodtiszt, elsőtiszt, kapitány. És én az ott a célom, hogy előbb-utóbb kapitány legyek, aki ugyan felelős mindenért egy hajón, de azért az egy nagyon szép élet. Gondoltam én. De... Mit tanultál belőle? Hát azt tanultam belőle, hogy van egy úgynevezett tengerészbetegség, ami nem a hajó rollázásából következő hányás, hanem az, hogy amikor len van a vízen az ember, akkor egyszer csak elkezd hiányozni a család, az otthoni közeg, a kutyus, az itthon. Ugye, mert hogy víz mindenütt, még csak szárazföld se, hanem egy magányosság? Ez nem, hanem elkezdek hiányozni a rokoni kapcsolatok, az emberek, akikkel élsz. Hát számtalanszor éreztem azt, hogy megőrült egy matróz, akinek felesége volt itthon, meg egy gyereke, hogy nem volt fél évig, és nem láthatta őket, és akkor még hát nem volt rádió, telefon, meg túró, hát semmi nem volt, nem tudott beszélni velük. És amikor meg hazajön, és itthon összeületkezik a családdal, nem adok 2 hetet, amikor megőrül, mert menne vissza. Igen. A nagy lébe. És nem csak a vízre, hanem azokba a csodálatos városokba, amiket azóta... De nem vagyok negatív, mert újra fog fejlődni. Tökretettek Szíria, Latakia, Beirut, Port Said, Alexandria. Ezek olyan városok voltak, olyan bazárok, ami... Hát és a filmekben ugye nem láttam. A beiruti bazár volt a világ legnagyobb bazárja, mindent lehetett kapni, atombombától fogpiszkálóig. Na, azóta már nincs beiruti bazár. Tehát én nekem ez egy óriási érmény volt, amiért hazajöttem, ez volt az egyik, amikor megláttam, hogy az öreg matrózok, akik már évek óta hajóznak és nem mentek mondjuk főiskolára, azok bediliztek előbb. A másik pedig az volt, hogy hiába voltam sportoló, tényleg az voltam, nem bírtam fizikailag. Nagyon. Milyen fizikai megerőltetéssel járt? Igen. Nem gondolják, és ezért nagyon tisztelni kell azokat, akik hajóznak, mert ez egy egészen különleges dolog. Ugye a tenger állandóan mozog, tehát nincs lapos víz. Amikor teljesen csendes a tenger, akkor is a hajó mozog. De ha netán kifogsz egy jó időt, ahogy megrakodik egy hajó a kikötőben, ott az utolsó szögig le kell mindent fixálni. A kabinban is, és a hajó fedélzetén is. Már elkezd menni a hajó, ami az nagyon komoly, ugye oldalt is mozog, rólázik, és leföl is. Tehát a hajó orra legtöbbször eltűnik a hullámban. Hiába jól próbálják a kormányosok
azt kikerülünk, de általában az orra eltűnik, és akkor az a víz végigmegy a hajón, és visz mindent, ami az útjában van. Tehát úgy kell beugrani valahova, hogyha jött a hullám, és vissza. Volt na, veszélyes helyzeted? Ami, mert most úgy mesélted, hogyha most csapna az arcomba a hullám. Nem, minden, hát hogy mondjam, hát mind, egy-egy jó időt kifog az ember, tehát úgy a nem többi, lehet hajózni. A többi pedig veszélyes. Hát, a többi. Igen. Tehát ez egy veszélyes üzem. És tehát ha elindulsz, akkor mindent le kell fixálni. Akkor kiérsz egy nyíltabb, normálisabb vízre, akkor muszáj a hajót karba tartani. És hát leküldenek olyan helyekre, ahol tényleg csak a patkányok laknak, ott a rozsdát kell verni kalapáccsal le. Mert a hajó a tengervíz az állandóan eszi a hajót. Akkor azt a rozsdátlanítóval leföstöd, akkor rendes festékkel is leföstöd. Akkor a hajó mindig elromlik valami, azt meg kell csinálni. Volt olyan, hogy na, akkor beérsz a következő kikötőbe, és elkezd, kirakodnak, tiszta szemét lesz a hajó, amit napokig takarítasz. Akkor utána kitakarítod, de megrehet, és kezdődik az előre. Volt olyan, egyszer emlékszem, hogy voltál te már sötétkék? Színű. Már hogy a bőr? Igen, nem, de az egész testet. Mert őrületes, hát ugye fél messz, gatyába dolgoztunk, mert hát Egyiptomban nagyon süt a napocska. És mit tudom, emlékszem, hogy hamuzsírt szállítottunk, amit kirakottak, és utána slaggal föl kellett, mert néhány hordó összetörött, mit tudom, akkor össze slaggal olyan nagy nyomásúval ki kellett a raktárat takarítani. Ami lement, le tud a vödörrel kimerni. És egyszer csak azt vettük észre az egyik vadőr volt az egyik kollégám, hogy te, hogy nézzük ki? Tiszta sötét, ez egy bőrcserző anyag. Kékek lettünk. Ilyen hetek teltek, amíg lement. Tehát szóval nagyon, rettentő, nagyon kemény van. Ha most lenne egy ilyen lehetőség, hogy újra annyi éves legyél, mint amikor eldöntötted, hogy elmégy matróznak, változtattál az életeden? Ugye amblok, hogy a hajózásról, vagy csak úgy amblok az egészet? Most igazából a hajózásra gondoltam, de úgy egyébként pedig, hogy változtatnál-e bármit? Vagy minden úgy jött, ahogy jönnie kellett, és abból tanultál? Semmit nem változtam. Mindenből tanultam. A legrosszabb szituációkból az életemben tanultam a legtöbbet. És tudom, és tudtam hasznosítani. Szóval, amitől nem dög lesz meg, van egy ilyen mondás, igen, nem igen. Tudom pontosan, az tovább visz az erős. Ez így igaz. De akkor, ha választási lehetőség van, hogy választanám-e, ha a sors ugyanezt a sorsot adja, tehát ezzel a szerencsével, amivel el tudtam indulni a pályán, ezzel a rengeteg élménnyel, akkor én ebbe belemennék még egyszer ugyanígy. Mi a jó a színészetben? Mi az, ami miatt csinálod, ami miatt szereted, ami miatt nem hagyod abba? Mit ad neked a te minőséged színészként? Ez az a bizonyos gyógyítás, amit érzek közvetlenül. Hogy bármilyen aprót játszom. Most játszom a Turai Színházban van az én színész életem hosszú évek óta már. Amit nagyon azért szeretek, mert magánszínház, és maga próbálja fenntartani magát. Ez egy nagyon komoly feladat a mai világban. Még egy színház van, szegény Karinti Marci, aki meghalt és elment közülünk. Neki volt magánszínháza, a Karinti Színház. Darvas Ilona, ő egy üzletasszony, és megpróbálja ezt a színházat fenntartani, és megpróbálja szeretni a színészeket. Nem azt mondom, hogy nagy keddel van, mert anyagi érdekei vannak. Keveset fizet, és megpróbál mindenben a legoptimálisabb lehetőséget megtalálni, ami a színház vezetéshez köt. De játszom például egy Barta Lajos Szerelem című darabjában, Mikó Pisti rendezi, aki nekem talán tényleg a testi-lelki színészi barátom. És egy, mit mondjak, másfél-két oldalas szerep, bejön egy fűszeres. És semmi más a szituáció, mint bejön, és jaj, ez is megdrágult, az is megdrágult, stb. És hozza a fia füzeteit, aki udvarolt az egyik kislánynak, hogy Pesten hát kiadtak egy-két versét.
És akkor kiderült, nem akarnak vele szóba állni, a fiúval többet. És semmi más, mint hát megköszönés, hogyha úgy gondolják, akkor a nagysádék, akkor nem elkerülöm magukat, nem fogok jönni, ha a fiú utána apjára sincs szükségük. Így. És ennyi a szituáció. És ezt a szituációt valahogy úgy sikerül összehozni, nagyon sokszor megtapsolják. És nem azért, mert én Benkő Péter ott most nem tudom milyen játszottam, hanem át tudtam adni azt az életet, ami bejött a pasival, tudod? Együtt, aki fűszeres egyébként, és hát ugye egyetlen kincse a fia, aki költő lett, és elmondja, hogy hát én nem nagyon értem, bocsánat, amit ír a fiú, de azt mondják, hogy nagyon szép. Szóval ennyi a szerep, kész. És ez a bizonyos, hogy ott ül 300 ember, és akkor arra az időre, amikor pofázok, akkor nézi, és gondolkozik, és a fején átfut egy csomó minden. És ha más nem, akkor csak annyi, hogy azokra a pillanatokra is egyedül maradt, nem az életét éli, hanem a színházat. Ez, azt hiszem, ez a színészet. Semmi más. És ugye visszahatás is van. Tehát a lefelé is gyógyítás, de önmagunk gyógyítása is, azt hiszem. Hogy ezt, hogy ezt hogyan éled meg? Hogy valóban te, mindenki így érzi, vagy legalább, hogy te hogyan? Szerintem egy színésznek papírforma szerint előbb-utóbb be kell diliznie, vagy be kéne diliznie. Ajánlott. Mert hát ugye vagy gyilkost játszik, vagy ügyvédet, vagy koldust, vagy mit. Ezeket azért akarva, akaratlan egy picit át, ez a szó van rá, hogy átéli az ember, de átéli. Tehát annyiféle lélekbe bujkodik az ember, jön ki belőle, belebújik, hogy előbb papír, hogy de miért nem dilizünk bele? Talán azért, mert a színháznak van egy csodája, ez talán a Stanislavski fogalmazta, a mágikus mintha. Hogy ha leszúrnak valakit a színpadon, és igazán leszúrnák, és tényleg igazi vér folyna, akkor a néző kiszaladna, Jézusom, hívják a mentőket. De ha úgy csinálunk, mintha leszúrnánk valakit, de komolyból, és a néző ezt átéli, akkor van a színháznak egy csodája. Mert ha már abból, én azért nem hiszek ezekben az alternatív színházakban, ahol pisilni kell, vetkőzni, hányni a színpadon, és próbálnak naturálisan megoldani mindent, akkor elvész a színház csodája. Akkor a néző nézi, mint egy villamos balesetet, hogy pisilnek a színpadon. És nem pedig az a, nem jön veled a cselekmény. De hol van a katarzis olyankor, hogyha ennyire naturális egy-egy előadás? Ott nincs katarzis. Akkor megy ki a néző, és azt mondja a feleségének, vagy a felesége a férjének, hogy te, apukám, te értetted, hogy miről volt szó itt ma este a színházban? Azt mondja a férj, hogy nem, de nagyon érdekes volt. Na de ezért nem érdemes színházat csinálni. Ha valami lelkileg történik a nézővel, és úgy megy ki a színházból, hogy a lelkében történt valami, akkor színházt, akkor gyógyított a színész. Ha egyetlen ilyen hülyeség, hogy alternatív színház, vagy színház, vagy nem színház, nem? Nincs kettőféle színház. És az a borzasztó, hogy nagyon furcsa, de az újságírók és hát feltörekvő rétegek borzasztóan felkarolják ezt az alternatív színházat. Én hülyeségnek tartom, bocsánatot kérek. De lehet, hogy nincs igazam. Hát van, akinek lehet, hogy az jön be, és ez nagyon szereti nem érteni a dolgokat. Lehet, hogy van olyan, nem tudom. Lehet. Hogyha olyan szerepet kaptál, vagy kapsz, amiben át tudod magadon dobogtatni, vagy bele tudod helyezni a múltadból az emlékeket, akkor az ugye egy egyszerűbb megoldás. De ha olyan
feladatot kapsz, olyan szerepet, ami nem történt meg veled, nincs nagyon emléked róla. Egészen más, mint amihez neked bármikor közöd lehetett. De most ugye a gyilkolásból jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha valaki nagyon negatív szerepet kap, vagy nagyon pozitívat, de nem stimmel, nincs emléke, mit fölhasználjon. Azt hogyan rakod össze? Belül, vagy kívülről, vagy könyvből, vagy pszichológiából, vagy hogyan? Már említettem az előző adásban, hogy ez a szerver, az embernek a lelke, ez egy olyan ismeretanyag, olyan hatalmas ismeretanyag, amiben nincs olyan, ami ne lenne benne. Ez talán is. Van a közös tudati kapcsolódás? Igen, ebben nagyon hiszek. Az embernek, emberiségnek van egy kollektív tudata. Hát nem véletlenül törnek ki itt meg ott háborúk, tüntetések, meg ahol nagyon jó élni. Az is, ezek a hullámok, ezek vándorolnak emberekből emberekbe. A kollektív tudatban minden megvan, és ezért ha nagyon kell, akkor egy könyvben utána nézel, típusoknak, embertípusnak, vagy egy olyan figurának egy regényben, akit esetleg játszanod kell, hogy milyen is ez a figura, de egyébként ettől nem oldódik meg a szerep, attól oldódik meg, ami valóban benned van, génikusan, rengeteg élmény, mindenkiben, nem csak bennem, mindenkiben benne van. Csak meg kell tanulni előbányászni. Na hát, hogy rákérdeztél, hogy vannak persze nehézségek, amikor nem boldogulsz a dologgal, mert nem tudom, nem találom meg azt a kulcsot ahhoz a lélekhez, amit el kell játszanom. Voltak ilyen szerepek az életemben. Nem sok, hála a jó Istennek, nagyon kevés. Mennyire tudsz jól létezni a rendezővel? Vagy van olyan igazságod, hogy érzed, hogy na, akkor ezt nem így, és nem így kellene? Meg kell bántsak embereket most. De hogyha a kérdés nem felel meg, akkor felejtsük. De nincs ilyen bennem, hogy nem felel meg. Nagyon sok rossz rendező van. És ők meg azt mondják, hogy nagyon sok rossz színész van. Egy rendezőnek van egy koncepciója, egy elképzelése az előadásról. Ennek az érdekében kompromisszumokat kell kötnie a színészekkel. Tehát meg kell nyerni minden színészt, hogy milyennek képzeli el a rendező azt a figurát, amit ő szeretne látni a színésztől. De ehhez a rendezőnek nagyszerű pszichológusnak kell lenni, nagyon okos embernek kell lenni, nagyon intuitív embernek kell lenni, és nagyon, beszéltünk az intelligenciáról, nagyon intelligensnek kell lenni. Na most ők azt mondják, hogy minden színész más. Van színész, akihez agresszíven kell közeledni, van színész, akit dicsérni kell, van színész, akit bele kell döngölni a földbe, és akkor tud egy figurát hozni. Nem igaz. Az agresszió agressziót szül, és soha nem viszi. Én nagyon utálom az agresszív rendezőket. Pedig velem, azt kell mondanom, a pályán alig volt agresszív rendező. De aki a kollégámmal agresszív, és úgy próbálja megoldani a szituációt, és kibányászik belőle egy figurát, vagy hogy az előadás egészen létrejöjjön, azt én előbb-utóbb elküldöm a fenébe. Pedig nem is velem van a konfliktus. A színház akkor is, hogyha agresszív dolgot játszik a színpadon egy színdarabban, nem lehet a létrejötte agresszív. Szép is lenne, ha így lenne. Igen, és nagyon kevés jó rendezővel találkoztam a pályán során, ezt is meg kell mondanom. A szerepeid
Gondolom, hogy ő mind kedves számodra, hiszen a gyerekek, igaz? Hát igen. De biztos, hogy van olyan, amiben leginkább ki tudtál teljesedni, és ami számodra is egy olyan katarzis játszani, hogy ezekről van-e így, ki lehet egy picit válogatni, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos volt, és örültél, hogy megkaphattad, és eljátszhattad, és általa gyógyíthattál, mik voltak ezek? Ez érdekes dolog, mert én nekem nagyon sok... A televíziózás az egy áldás volt a magyar színházi életben és színészi életben. A televízió műsort, kellett műsort gyártani, mert nem tudtak, ugye nem lehetett valuta, nem volt valuta az országban, nem tudtak megvenni filmeket. A szovjet filmeket már meg mindenki kívülről tudta, hogy miről szól, és bár ott is voltak jó filmek azért, egy-egy Karenina Anna, egy három nővéről, mert mit tudom, ezzel születtek jó filmek is az oroszoknál. De rákényszerült a televíziózás, hogy műsort csináljon, és kevés, akkor még ne, a kereskedelmi televíziózás Isten segítségével még nem létezett. Ami az egyik legnagyobb átok a mai életünkben. Emberpusztító. Csak a pénzről szól. A fogyasztást isteníti. Lenyomja az ember torkán a lelki és fizikai fogyasztást, hogy így mondjam. Olyan baromságokat művel, ahogy a hirdetéseket el tudja adni, kipécézhetnék műsorokat belőle, de hát tessék már végignézni az adásokat, hogy mik vannak, éjjel-nappal Budapestnek, anyám kinyel. Most ez jutott eszembe. De valami tragédia, hogy na, ehelyett akkoriban, amikor én értem az fiatal és egyéb színészi életemet, egy csodálatos televíziózás volt nagyszerű rendezőkkel, és tévéjátékokat csináltunk. Amiben volt olyan műsoroknak, az volt a cím, hogy Könyvről könyvre. Egyszerűen dramatizáltak egy részt, egy fejezetet a könyvből, és eljátszottuk a tévéjátékként. És akkor ez egy könyvajánló volt, hogy tessék elolvasni ezt a könyvet. De Katona Józsefet, ezért a magyar irodalom remekeit játszottuk, regényeket, Különös házasságot mondjuk, amit én nagyon szerettem. És olyan rendezők születtek, mint a Zsúrzs Éva például, aki a magyar televíziózás mamia volt, Zsúrzs mami, és hát olyanokat gyártott, olyanokat csinált, hogy a nézőknek program volt leülni, megnézni ezt. No, hát ez megszűnt, az a rendezőgárda zömében valahol, nem tudom, hát sokan meghaltak közül. És, na de pozitív dolgokról beszéljünk, én biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni egy olyan televíziózás, és kérdezted, hogy mik voltak. Tehát ezeket a szerepeket nagyon szerettem, színházban pedig minden olyan szerepet, akinek volt egy, akivel gyógyítani lehetett, akinek volt egy sorsa, akinek volt egy jelleme. És akkor a néző azt el tudta mondani, na hát ezek az ilyenfajta embereket nem szeretem. Tehát én a negatív figurákat is nagyon szerettem. Mert ha jól izgalmas. Megcsinálod, akkor az nagyon izgalmas, és a néző azt tudja mondani, hogy hát ez kártékony, az életemben nem szeretnék ilyenekkel találkozni. Szóval mindennek feladata van a színházban és a filmben. Köszönöm. Tehát minden olyat szerettem, aminek története van. Milyen könyvek vannak ott úgy karnyújtásnyira melletted, ágyad mellett, vagy a fotel mellett? Mit szeretsz? Szeretem a jó regényeket nagyon, a klasszikusokat is. És hát most könyvcímeket tudnék mondani, egy Lawrence Darrell alexandriai négyes, ami a keletről szól, és az én hajózásom ott az jött vissza a könyvben. Nagyon szeretem azokat a könyveket, amelyek hát kicsit kis útmutatók az élethez és az embereknek.
megint csak a gyógyításról, hogy, hogy gyógyító irodalmat szeretem, és gyógyító könyveket. Mi van most mellettem? Semmi. Azért mondom ezt ilyen őszintén, mert vannak elolvasandó könyveim, de most annyi munkám volt, hogy szinte nincs is a polcon semmi. Például szeretem ezt a, mondani egy nevet, ezt a pszichológust. Azért nem mondom, nem akarok különösebb reklámot csinálni. De lehet, hogy valaki itt hallja meg ismét, és azt mondja, hogy Péter is mondta, hogy ezt érdemes, és akkor leemeli könyvesbolt polcáról. Úgyhogy nyugodtan. És ezek mind, én Shirley MacLaine könyvével indultam el a spirituális fejlődésem útján, hogy ez biztos, hogy fontos az, hogyha hallunk egy nevet és egy könyvcímet. Na hát ugye említettem ezt a Lawrence Darrellt, az a címe a könyvének, hogy a tudatalattid csodálatos hatalma. Ezt nagyon jó lenne sok embernek elolvasni, mert kiderül belőle, hogy mi az ember. És mi egyforma minden emberben. És mi érték az emberben. Az a cím, hogy a tudatalattid csodálatos hatalma. A neve elszállt a pszichológusnak. Gyurcsány ugrik. Ne csináljak már neki reklámot. Nem szeretem. Jaj, hogy hívják? Nem fog eszülni. Erre nem gondoltam a beszélgetés előtt, hogy mik az olvasmányaim. Költészet. Hadd szóljak egy szót arról, hogy mindegy, hogy fordítás vagy eredeti magyar nyelven íródott mű, hogy büszke vagyok, és büszkének kell lennünk arra, hogy milyen nyelven beszélünk. És amiért olyan jó volt a kérdésed, hogy tényleg feszegetett, hogy miért is jó, miért kell színésznek lenni. Mert magyar nyelven színésznek lenni egy plusz élmény. Hagyd mondjak egy példát. Azt mondja, ha van egy szó, azt mondja, hogy feleség. Igaz? Magyarul. Az angol azt mondja, hogy my wife, meine Frau, ma femme, mondja a francia. Mi meg azt mondjuk, hogy a felesége. Mit jelent ez? Az egy másik felem. Én vagyok az egyik fél, ő a másik felem. De amikor bemutatom, akkor nem azt mondom, hogy ismerd meg, ja, vagy házastárs. Ez azt jelenti, hogy együtt lakom vele, együtt étkezünk, egy az életünk, egy házban lakunk, ő a házastársam. De az nagyjából azonos a feleséggel. De amikor bemutatom, nem azt mondom, hogy ismerd meg a házastársamat, hanem ismerd meg a feleséget. Van egy szó, hogy törvény. Ezt használjuk, ezt a szót. De mi van mögötte? Az, hogy régen, amikor valamit elhatároztak, akkor megtörtek egy párcát a negatív ítéletkor. Így lett az, hogy törvény, amikor ítélkeznek. Aztán azt mondod, hogy van egy nagyon érdekes szó a magyar nyelvben, tizenvalahány jelentése van, a szer. Ugye ezt akartam mondani, igen, a szeretet, igen. A szeretet. De mi adjuk? Igen, az törvényt jelent, szokásokat jelent, mindennek az alapját jelenti, elhatározást jelent. Ez a szer. Rettentő sokrétű szó. És a szer elem, a másik szó az elem, amiből lett a zseblámpa elem is. De mi az, hogy gyűlölet? Mondjuk, hogy gyűlölök. Ott gyűl és öl. Fölgyűlik valami, amihez hozzátartozik a meggyűlt új, a gyűl és az ölet. Az a gyűlölet. Gyógyszer. Hát elemezni lehetne az egész magyar nyelvet, ez csodálatos. Na most ezen verset olvasni és verset mondani, ez nagy dolog. Van neked egy olyan műsorod, talán magyarok. Nem egyedül? Magyarok a Kárpát-medencében, igen. Ez a címe. Ez többek között erről szól. Szent igen, erről kíváncsiskodnék egy kicsit, hogy még egyébként repertoárom van? Igen,
Most is ez megyek mindig? Januárban. Igen, ez évek mindig? Óta, érdekes módon. Hogyan valahogy állt szájhagyomány útja te. Azok benned, a... benned, tehát a válogatás. Igen. Bennem úgy állt össze génikusan. És mikor elolvastam a pozsonyi, a Cejbert Róbert, elég jó barátom lett. Ő a Sorbonnon gasztronómiát tanított, aztán most a rendszerváltozásán hazajött, és itthon ír, és a magyarság őstörténetével foglalkozik többek között, és a kis magyar magyarságon rokon népek, például az ujguroknak volt egy darabig az ENSZ képviselője, tehát azokkal a kis nemzetekkel foglalkozik, és a vándorló népeinknek a gasztronómiájában. Szóval minden ilyen alapon ismertem őt meg, de írt egy marha jó könyvet a pozsonyi csata. Na például ez ott van a polcomban. Az a cím, hogy a pozsonyi csata. És hogyha egy kicsit elképzeljük, hogy miért tartanak a magyarságtól, például a franciák, angolok is, nem félnek, de van bennük egy tartás. Rendkívül korrupt időszaka volt a világnak. Korruptak voltak a pápák, mérgezések sora, hercegnő szeretőik. Ott a lény az, hogy ide jöttünk, és 907-ben összefogott, most nem akarom elmosni, tessék megvenni, nem a Robinak akarok reklámot csinálni, de pozsonyi csata. De tudnunk el róla, hogy akkor a frank, a germán és a pápai seregek egy 150 fős összeszedett haderőt elindítottak a magyarok ellen, hogy azóta, hogy Ungaros eliminate esse, hogy a magyarokat meg kell semmisíteni, ez volt a hadiparancs. Ezt sehol nem tanítják a franciák, ezt sehol nem tanították az iskolákban. Ki akartak minket végezni. És az Árpád, aki már akkor nagyszerű stratéga volt, kinézett magának egy helyet, mert ugye jöttek föl a Dunán, jöttek a Dunán egy nagy hajóhaddal, Duna két oldalán pedig a hatalmas sereggel. Kitalált egy olyan fogást, hogy ezt a 100, talán 40 ezres íjász seregünk volt akkoriban. Ugye a tűzes íjakkal kifölgyújtották a hajókat, amik a Dunán jöttek fölfele, és ezt a 150 ezres sereget szinte pár ezer emberig megsemmisítette Árpád. Természetesen nekünk is voltak veszteségeink. Ez volt az úgynevezett pozsonyi csata. És ez nem legenda, hanem hadtörténeti egyetemeken tanítják ezt a pozsonyi csatát, hogy ez hogy történt. Úgyhogy talán azért, ez egy furcsa, érdekes nép a miénk. Egyrészt azért, mert génikusan megmaradt bennünk a harci képesség, az életösztön. Azon kívül megmaradt bennünk az a képesség, hogy befogadó nemzet voltunk. Tehát a Szent István a tanácsaiban a fiának már a befogadó, most itt nem a migránsokra gondolok, ami egy marhaság, ezt nem akarom külön elemezni, de az, hogy idejöttünk a Kárpát-medencébe, és megértettük magunkat a teljesen idegen népekkel, akik itt voltak, a vándorlásunk során csatlakoztak hozzánk hasonló kultúrával és hasonló életmóddal rendelkező népek, és úgy jöttünk ide, hogy ez egy nagyon... És én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi megmaradtunk effektív, és beszéljük a nyelvünket. És vigyázod, gondolom ebben a műsor vigyázod, és tiszteletet ja, adsz ez a műsor, magyar nyelvnek. Köszönöm, hogy visszatértél. Ez a műsor Szent Istvántól a napjainkig, hát nem lehet fölölelni a költészetet, mert a legnagyobb nemzeteknek, ha összeszámolod, és megkérdezel a helyi irodalmát, nem tud annyi költőt felsorolni a saját történelméből, mint ez a pici magyar nép. Hogy nem tudom, százszámra vannak nagyszerű költőink, akik fennmaradtak, és ma is lehet. Most, ha már karácsonynál vagyunk, nem tudom sajnos a verset, de olvas, de tegnap este mondtam, éppen egy adventi műsorban, de bele kellett néznem az Adiende Karácsony című verset. Hogy a mi kis, hogyha ha minden ember, egyetlen dolog van, imádni az Istent, és egymást szeretni. Ha ez megvalósulna, nem lenne sok probléma. Köszönöm.
az öntökéletes végszó, hogy megnézem az órát. De azért visszatérünk, mert igazából 3-4 perc, de azért az csak mindenképpen... Csak még egy mondatot, hogy igen. Az Isten itt, az mindenkinek rengetegféle vallás van. Mindenkinek van Istene. Mi speciál így hívjuk, hogy Isten. De egy érdekes dolgot hagyd mondjak, hogy a legprimitívebb körülmények között élő népek, akik pár szavas nyelveket beszélnek, és szinte ősemberi körülmények között élnek, amikor bajba vannak, valami történik, tragédia, betegség, bármi, akkor nem lefelé néznek a földre, nem a szomszéd hegyre néznek és várják a segítséget, hanem fölnéznek az égre. Nem én találtam ki, ezt különböző természettudósok írták le. Mert ott van valami, amikről nem tudjuk, hogy ki az, nem tudjuk, hogy hol van. De egy része bennünk. A minőségéről sem tudhatunk, csak elképzelni lehet. De biztos, hogy ugye nem testek vagyunk, akiknek lelkük van, hanem lelkek vagyunk, akiknek teste van. Igen. És ez egy finom rezgés, és valószínűleg csatlakozik fölfelé. Nem tudom elképzelni, hogy ne csatlakozzék. Igen, nagyon nehéz, olyan értelmetlenné válna az élet, hogy itt egy nagyon pici időt itt eltöltünk, és aztán azóta nagy baj tudod, nem, negatív, na, szóval, hogy ezt nem szabad elvenni az embertől, ezt a hitet. Meg akkor nem lennénk ilyen minőségben, nem lenne ennyi finom gondolat, ennyi művészet, ennyi finomság is, túl azon, hogy van negatívum is természetesen. Hogyha nem lenne ez egy más minőségű kapcsolódás az Istenivel. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez csak így ennyi, és akkor elmúlt, és vége. Ennek folytatódni kell, de ez a következő adás. Igen, csak annyit róla, hogy akitől elvesznek egy hitet, az annak muszáj az alkoholhoz meg a droghoz hozzányúlnia. És manapság minél kevesebb a hit az emberekben, és mondom, itt nem kötelező a Isten hit, de valamiben való hit nagyon fontos lenne, mert akkor előbb-utóbb droghoz kell nyúlni, mert annyira értelmetlen. Gondold el egy embernek az élete, akinek se családja, se végzettsége, se ugye alkalmi munkából hát él meg. Magány ellenszere, igen. Tudod, és nem jut el a hitig, vagy akkor tényleg oda megy, megveszi a bábút a annyi van, és akkor addig legalább, míg a bábú hat, addig működik. Meg ugye a drog az ma kegyetlen. Ugye mekkora üzletek. És aki drogfogyasztó, az nem azt gondolja, hogy ebből hihetetlen módon emberi roncsokat csinálnak, és meggazdagodnak rettenetesen. Másfajta emberek. Én már azért se drogoznék, mert a fenébe, de rajtam ne gazdagodjanak. Ez a bal. Te benned nagyon jól működik az élet ösztön, mert ez az mutat be egy ilyet. Most, hogy itt a karácsonyi időszakban téged nézni, látni, hallani lehet itt ebben a műsorban, és hál' Istennek van néző elég. De jó. A karácsonyhoz. Most is arról beszéltél egyébként, tehát arról a minőségről, a szeretetről, a figyelemről, a tudatosságról, de mégis egy ilyen összegzésként, hogy egy üzenetként Benkő Pétertől. Mi szállhat az éterbe? A fenébe. Ilyenkor kötelező okos dolgot mondani. Nem. Nem nagyon tudok okos dolgokat mondani. Hát tényleg, ha visszatérjük vissza ide Adihoz, hogy... Igen. Ez az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélekez. Nevetni fogsz, én minden este imádkozom. És van a mi atyánknak az első nécsőről, amit mi atyánk kiadni, menjek be, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, tehát amit te elképzelsz, legyen meg a te akaratod. És itt én mindig hozzászoktam tenni a saját imámat. Jöjjön, legyen meg az akarat, és legyen az akaratod, Isten, hogy segíts meg minden jó akaratú embert. Most, és ez nem geil.
azokat, akik jót akarnak az állatoknak, a növényeknek, egymásnak és a bolygónak. Segítsd ezeket az embereket. Segítsd pozícióba, hogy ők vezessék a népeket, nemzeteket. Ők legyenek az embereknek a vezetői, vezérei. Segítsd meg ezeket az embereket. És kérlek, hogy távolítsd el a hatalomból azokat az embereket, akiket csak a pénz érdekel. Akik már nem önmaguk, hanem helyettük a pénz dolgozik. Minden cselekedetük, kereskedelmük, fegyverkereskedelmük a pénz által mozgatódik, és tönkre teszik a világot. Ezeket az embereket távolítsd el a hatalomból. És akkor onnan folytatom, hogy mindennapi kenyerünket. Amire szükségünk van, add meg nekünk ma. Bocsáss meg a vétkeinket, mi is vétkezünk, és ellenük vétkezünknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. És itt mindig hozzá szoktam mondani, hogy a gonosz az a teremtéskor beszökött Istenhez, az ördög. Azért, hogy mindennek legyen kontrasztja, a jónak legyen kontrasztja a rossz. Mert akkor, ha csak jó van, akkor nem érezzük, hogy ez jó vagy nem. Ha csak akkor érezzük, ha van kontrasztja is, ha megvan a rossz. Tehát a gonosz, a rossz beköltözött a teremtéskor. De sajnos időnként elpofátlanodik. És több lesz belőle, mint a jóból. Tehát ezért szabadíts meg bennünket a gonosztól. Amen. Péter, áldott ünnepeket kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és itt voltál velünk. És ropogós jó egészséget kívánok, és szép életet. És következik 2020. És csapja lovak közé. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek köszönöm a figyelmet. Jövő héten ismét találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok.